Egy kellemes nyári kirándulás az erdőben, vagy fagyizás a belvárosban. Ma már gyakorlatilag bárhol találkozhatunk ezekkel a sárga, hivatlan vendégekkel. Bár van pár közös vonásuk, néhány dologban mégis nagyon különböznek. A méhek kitűnő beporzók, mézet állítanak elő, és többnyire barátságosak. Csak egyszer tudják fullánkjukat az emberbe szúrni, azt is csak védekezésből teszik. Ellentétben például a sok helyen fellelhető kecskedarázsa, ami szórakozásból csípked. Ami még közös a két fekete-sárga röpködő rovarban, hogy bárki bármikor allergiássá válhat a csípésükre. Azzal kell tisztában lenni, hogy allergiás -e valaki a darás csípése vagy sem. Hogyha köztudott vagy hogyha tudja magáról az illető, hogy allergiásá, akkor ugye célszerű egy ilyen epipen nevű, vagy anapen nevű ilyen epinefrin tartalmú inekciót magunknál tartani, és ez gyakorlatilag életmentőnek bizonyulhat, viszont vannak olyan emberek, akik nyilván nem tudják, hogy allergiásak rá, akár annak ellenére sem, hogy mondjuk már előtte többször is elszenvedték a daráscsípést, ugyanis a szervezet később is érzékenyé válhat rá, tehát tehát valójában egy ilyen súlyos allergiás reakció az bárkinél előfordulhat. Úgyhogy itt mindig a, a teendő az mindig a tünetek súlyosságától függ. Hál' Istennek azért ezek az úgynevezett ilyen anafilaxiás tehát amikor tényleg ilyen életveszélyes állapotba kerül az ember, azért az meglehetősen ritka. Az esetek többségében, ugye sokkal enyhébb tünetekkel, helyi reakcióval, bőrpírral, fájdalommal, viszketéssel az illető azért megúszza a dolgot. Ilyenkor ugye a legeslegfontosabb az, hogy, hogy nem kell pánikba esni, egyszerű ilyen antihisztamin tartalmú krémekkel, vagy, vagy sima ilyen antihisztamin tablettákkal lehet kezelni, kicsit érdemes jegelni, borogatni a, az adott területet, hogyha súlyosabb tünetek vannak, akkor pedig mindenképpen orvoshoz kell fordulni, és arra külön felhívnám a figyelmet, hogy ami még mindig sajnos benne van a köztudatban, hogy, hogy kell alkalmazni ilyenkor, ez évtizedek óta bizonyított, hogy teljes mértékben hatástalan, tehát azt felejtsük is el, főleg, hogyha valaki tud hogy allergiás, akkor aztán végképp felejtse, mert csak feleslegesen húzza az időt a káciummal. Információink szerint az elmúlt években több halálos áldozatot is követelt a darás csípés hazánkban, mert sokan az orvosi figyelmeztetések ellenére is káciummal próbálják ellensúlyozni az életveszélyes csípést pedig az anafilaxiás sokkot a legsúlyosabb allergiás jelenségek sorában tartják számon. A reakció szakszerű kezelés nélkül halált is okozhat, mondta el a házi orvos. A darás csípést követően a rosszulét már akár 10 percen belül is jelentkezhet. A tünetek legjellemzőbb és leglátványosabb formája az ajak, a szem, az arc vagy a nyaktájéken keletkező dúzzanat, ezeknek a helyeknek az ödémásodása. A legveszélyesebb állapot a légutak bedagadása, ami a légzés leállását is előidézheti. Az allergiás reakció tehát nehéz légzéssel, fulladással is járhat. A csípést elszenvedett emberek szédülésre, hányingerre, hasi görcsre és vérnyomás esésre is panaszkodhatnak amikor ténylegesen ilyen anafilaxiás állapot alakul ki, akkor gyakorlatilag ott másodpercek, perceken múlik az illetőnek az élete, tehát azért az, az, az tényleg azonnali beavatkozást igényel. A legeslegfontosabb az, hogy, hogy őrizzük meg a hidegvérünket, azonnal hívjuk fel a 112-t, hívjuk a mentőszolgálatot, őket kell elsősorban értesíteni, és már akkor ugye a telefonos diszpécser is tud segítséget, segítséget nyújtani, illetve hogyha van nálunk, vagy a környezetünkben valakinél ez az epinefrin tartalmú injekció, akkor ugye ennek a mi hamarabbi beadása az, ami szükséges. A méhek és a darazsak különösen kedvelik az édes illatot és ízt, ráadásul nagy melegben különösen agresszívá válhatnak. Utóbbiak pedig sajnos előszeretettel telepednek meg az emberek lakta házak építmények közelében. Egyes becslések szerint Magyarországon közel 300 ezer ember allergiás a darás csípésre.